Minden bibliai esemény közül a magyar hagyomány a három királyok történetét őrizte meg a legélénkebben. Egyes vidékeken járva, a régi betlehemeseket figyelve, az embernek az az érzése, mintha egy tipikusan magyar történetet mesélnének. A magyar kereszténység vonulatában Szent István után megjelenik egy nagyon érdekes jellegzetesség és sajátosság. Például a három királyoknak a kultusza Kárpát-medencében annyira virágzik, és annyira eleven, és annyira átható, hogy egyetlen egy európai, de még kis-ázsiai keresztény ország sem vetekedhet azzal a, hogy úgy mondjam, lendülettel, szellemiséggel, áhítattal, hogy Magyarországon a három királyokat tisztelik. Egyébként a görög nyelvű evangéliumokban, ott Máté evangéliumára lehet hivatkozni, ott a mágus szó szerepel. Tehát ők napkeleti bölcsek, akiket mágusoknak hívunk, és igazából csak annyit lehet tudni, hogy ők keletről érkeznek. Úgy Attila király idején, tehát Jézus születése utáni 5. század tájékán járunk, a három királyoknak a kultusza elkezd valami határozott formát ölteni. Tehát megjelenik az egyházművészetben, megjelenik egészen más területeken is, és elkezdik őket nevesíteni. Tehát az öreg királyt hívják Gáspárnak, a középkorút hívják Baltazárnak, és az ifjú királyt Melchior Menyhértnek nevezik. Na most ez miért lényeges a mi szempontunkból? Azért, mert Váradon, tehát ez Szent László váradáról van szó, ahol az ő testét őrizték a középkor évszázadaiban, Nagy Lajos király idejében és Zsigmond idejében, tehát két lépésben Szent Lászlónak és a három királyoknak, a három magyar szent királynak szobrot állítottak. Na most ezek a szobrok, a gyalogos szobrok és a lovas szobrok annyira hatalmasak, monumentálisak és lélegzetelállítóak voltak, hogy gyakorlatilag a világtörténelem legnagyobb csodáiként tartották számon. Ezt azért nem árt tudni, nem csak Szerámisz függőkertje, vagy éppen a piramisok jelentették mondjuk ókor óta a világ nagy csodáit, hanem a magyar király szobrok és a Szent László lovas szobra Váradon. Ezek a szobrok olyan kétszer-háromszor nagyobbak voltak, mint egy átlagos emberi méret, színarannyal voltak bevonva, a szemek helyen olyan drága kövek voltak, amelyek éjszaka is világítottak. Na viszont miért érdekes a históriánk szempontjából mindez? Azért, mert Szenci Molnár Albert, aki a zsoltáros, aki jár Váradon, ő látja ezeket a szobrokat. És leírja, hogy a váradi nép közönségesen a három királyoknak tekintett mágusokat tiszteli, igen ám, de nem már tudni, hogy ott nem a napkeleti bölcseknek állítottak szobrot, hanem Szent Istvánnak, Szent Imrének és Szent Lászlónak. És Szenci Molnár Albert azt írja, hogy a váradi nép, és hát tulajdonképpen a középkori magyar kereszténység a három magyar szent királyt azonosította a három bibliai királlyal. Nagyon fontos sajátossága a magyar hagyománynak egy hármas, egy férfi hármas, mégpedig Szent István, Szent Imre és Szent László, illetve jobb ezt fordított sorrendben mondani, ahogy a képciklusokon szoktak szerepelni, Szent László, Szent Imre és Szent István. Azért fontos ez, mert nagyon könnyű azonosítani az attribútumaik nyomán ezt a három szentet, mert nem csak három szent királyt, hanem három életkort, három életkor archetipikus megnyilvánulását tárja elénk. Szent László az érett férfi, Szent Imre az ifjú, és Szent István az idős férfi. És ez azért nagyon érdekes, mert az ő alakjuk tulajdonképpen Szent István előtt jóval megjelenik már a keresztény művészet ábrázolásaiban. Gondoljunk csak a ravennai székesegyház pártos ruhában hódoló három királyára, az ifjú, a középkorú férfi és az idős férfi, a három királyok személyében. Tehát valamilyen csodálatos egymásra íródás van itt is a magyar
hagyomány és az egyetemes keresztény hagyomány között. Ugye nem véletlen talán, hogy pártus kelet felé mutató gyökerei vannak a három királyok imádásának, tehát a szent királyaink alakjai ráíródnak, azonossá válnak, de úgy válnak azonossá, hogy egy absztrakt azonosság ez. A magyar kereszténység kialakulását számtalan titok övezi. Az egyik kultusz Szent László lovagkirály nevéhez kötődik. Fényes csatáit, alakját, szög nevű lovának nevét a mai napig őrzi a népemlékezet. Az utóbbi 1000 év során mindig vált vissza egy nemzeti megváltó királyt, akiről úgy gondolták, hogy halhatatlan, és csak elrejtezett valahol, és elő fog jönni. És Szent Lászlóra gondoltak elsőként, hogy ő volt az, ezért fűződik sok legendánk Szent Lászlóhoz, mint Tátos királyhoz. Tátosnak tartották ugyanúgy Mátyás királyt, és még Rákóczit is. És sok legendák szól arról, hogy Tátos lovon jártak, ugyanúgy Szent László, mint Rákóczi, mint Mátyás, hogy Tátos képességeik voltak. Tehát most, ha ez nem is volt így, de a nép felruházta őket egy karizmatikus, megváltó nemzeti királynak a vágyképét vetítette rájuk, lehetne azt is mondani. És Gelencén lehet látni igazából, hogy a Szent László történet és a Jézus történet hogyan illeszkednek egymáshoz. Mert az északi falfelület felső emeletén a Szent László történetet látjuk, Szent László harca a kun vitézzel. Egy emelettel lejjebb viszont vele párhuzamosan a Jézus passiója veszi kezdetét. Tehát ez azt jelenti, hogy felső emeleten Szent László kivonul Váradról, van egy ilyen jelenet típus, egy emelettel lejjebb Jézus pedig bevonul egy várba, ez maga Jeruzsálem. És ilyenkor válik izgalmassá az, hogy tulajdonképpen hogy lehetséges az, hogy egy megváltás történet és egy Szent László történet teljesen párhuzamosan fut egymás mellett. Na még egy példát érdemes lenne itt megemlíteni, hogy teljes egészében érthető legyen a jelenség oka, ez Velemér. Na most Velemérre, hogyha valaki elmegy, és ez megint csak vitán felül áll az, ami bennünket ott fogad, mert föl lehet ismerni, fel lehet fedezni. Ott azt lehet látni, hogy megjelenik Szent László király, és megjelenik a szenvedő Jézus is, a keresztre feszített Jézus. És az ember nézi Szent László királynak az arcát, és nézi Jézus Krisztus arcát, akkor azt tapasztalja, hogy az arcok azok megegyező arcok. Tehát Szent László Jézus arcával jelenik meg, Jézus pedig Szent László arcával jelenik meg. És az emberbe felmerül egy kérdés, hogy valaki már mutasson nekünk az egész kereszténység területéről, nem csak a római és nem csak a bizánc, hanem a kopt kereszténység, a szíriai kereszténység, a nesztoriánus kereszténység területéről, vagy akár a manikeizmus területéről olyan egybeesést, hogy egy népnek, egy országnak a királya rendre évszázadokon keresztül Jézus Krisztusi szerepkörben jelenik meg. Na most ez példátlan. Hát ha én Magyarországon mondjuk áhítatot, vagy lelkiséget akarnék ébreszteni, akkor elsősorban erre figyelmeztetnék. Tehát ez azt jelenti, hogy magyar királyok fölemelkednek arra a lelki-szellemi rangra és méltóságra. Ez nem azt jelenti, hogy Szent László egyenértékű Jézussal. Ez azt jelenti, hogy a saját életében a jézusi példát tökéletesen megvalósította.